Hát nagyon nehéz volt kívül nézni a mérkőzést, azért egyértelműen kirajzolódott, hogy ez a 2-3 éve együtt lévő csapat, ugye a Vác nagyon jó játékerőt képvisel. Nekünk egyértelműen az akarat, csapat, szellem rovására íthatjuk ugye ezt a győzelmet. Hát annyiban ugye, de hát ez az én döntésem volt, hogy sokkal szűkebben játszunk. Alapjában véve sem Csabán a második félidőben nem játszottunk rosszul, Gyirmót ellen sem játszottunk rosszul, de most talán egy kicsit a csapategység jobban összekovácsolódik. Örülök, hogy ismét sikerült gólt szereznem, főleg, hogy győztes gólt, ez azért sokat számít. Hát az első félidőben inkább ült az a játék, amit elterveztünk. Ott bejöttek a húzások, a másik fél időben egy kicsit fölénk nőtt a Vác, és átvették a játék irányítását. Több helyzetet tudtak kialakítani, de örülök, hogy sikerült kivédekeznünk, és kijavítottuk az elmúlt két meccset. Nagyon örülök a győzelemnek, úgy gondolom, hogy a csapat megharcolt a sikerért. Az első fél időben azt mondom, hogy tudtunk dominálni, és a második fél időben egy kicsit beszorultunk, és átadtuk a területet, amit lehet, hogy nem kellett volna, de jó egyéni teljesítményeknek és a Bursics Roli védéseinek hála sikerült megnyernünk a mérkőzést.